Fejbe lőtték. Ki lehetett az? Maga volt az? Igen. Ott a telefon. Telefon? Ha hívni akarja a rendőrséget. Pár perccel már semmi nem múlik. Amúgy is időben telik, még ide értek. Kíváncsi lennék a részletekre. Ki ez az ember? Egy ködös estén egy idegen, a váratlan vendég besétál egy velszi kúriába, ahol egy nőre bukkan, amint fegyverrel a férje holtteste fölött áll. A nő azonban zavart, vallomása pedig egyáltalán nem meggyőző. Michael Starkweather úgy dönt, hogy segít Laurának, később a rendőrség pedig olyan szálakat is felfedez, melyek elvezetnek egy korábbi gyilkossághoz. Ennek a nőnek ott abban a pillanatban nincs más választása, és még jól is jön neki, hogy belép ez a férfi, mert ugye nem lehet tudni, hogy vajon én öltem meg a férjemet, vagy más. Szóval nekem mindenképp jól jön egy úgymond ember, akire háríthatom a felelősséget. Izgalmas kirakós játékra hívja nézőit a Győri Nemzeti Színház. Agatha Christie darabjában semmi sem az, aminek első pillanatban látszik. A tragikus történések igazsága a részletekben rejlik. Komplett próbákat áldoztunk be annak, hogy akkor ez most miért, ez most itt hogy van, ez most miért mondja, ez mit tudhat. Igen, valóban tetszik neki, vagy ez csak azért mondja, mert, tehát hogy nagyon sok kérdés felmerült, amiket meg kellett fejteni, mert különben nem tudunk tovább menni. Uh-huh. És fontos volt az is, hogy kronológiába menjünk, mert mindig kiderült később, hogy aha, ha ez itt van, akkor az ott nem lehet úgy. Tehát, uh-huh. hogy ebből a szempontból egy ilyen krimit próbálni nagyon bonyolult. Tehát, hogy nem szabad, hogy hiba legyen benne, mert legyen akár egy néző, aki észreveszi a problémát, és akkor borul a kártyavár. Az évad egyik kiemelkedő sikere az Elizabeth című musical után Forgács Péter igazgató ismét nagy örömmel vágott bele a rendezésbe. Kiváló csapatmunkában született meg a minden részletében pontos és fegyelmezett előadás. Kriminek minden részlete a legfontosabb, tehát ez tényleg így van, hogy akár a díszlet, akár amit mondanak, akár ahova nyúlnak, ahova teszik a dolgokat, az mind pontosnak kell lenni, nem lehet improvizálni, még időben is. Azért kell időben, mert azok a dolgok, amiket én ugye hát már tőlem megszoktak, ezeket az effekteket, meg mindenféle dolgok, az pontosan a színészeknek, hogy is mondjam, hát az effektek után kell menni, hogy ez pontosan akkor legyen pont megfeszítve, és bizony nem szabad, hogy gyorsabban vagy lassabban beszélek, akkor kell befejezni, akkor éppen muszáj. A váratlan vendég Agatha Christie 1958-ban bemutatott színdarabja. A mű a londoni Duchess Theatre-ben nyitott, ahol nem csak kassza siker lett, de a kritikusok tetszését is elnyerte. Magyarországon először a Madách Színházban tűzték műsorra, 1970-ben Gábor Miklós rendezésében. A váratlan vendég című izgalmas előadást Győrött Parádés szereposztásban szombaton láthatják a Kisfaludi teremben.